A tárgyalóterem korábbi részeiben a családjoggal és a családokat érintő peres esetekkel foglalkoztunk, most viszont szélesítünk ezen a horizonton, és áttérünk a szomszédjogra. Akkor kezdjük azzal, hogy a szomszédok között mik az alapvető viselkedési formák. Van egy mondás, ugye úgy szól, hogy az én házam, az én váram, de hát ez a mondás nem jogosítja fel az embereket, nem jogosít fel minket arra, hogy amikor az ingatlanunkban élünk és azt használjuk, akkor azt minden korlát nélkül tegyük. Ugyanis amikor élünk a családi házunkban, akkor ezt úgy kell tennünk, hogy a szomszédainkat, a szomszédunkat szükségtelenül ne zavarjuk. És itt hangsúlyoznám, hogy a szomszéd nem csak azt a szomszédot jelenti, aki közvetlenül az én kert szomszédom, hanem azt a szomszédot is jelenti, akihez mondjuk az a hangos zene elhallatszik, ami az én házamból kiszűrődik, és az adott esetben lehet éppen az ötödik szomszéd is. Említette a szükségtelen zavarást. Ez azt jelenti, vagy feltételező, hogy van szükséges és szükségtelen zavarás, és ezt a kettőt meg is különböztetjük egymástól? Igen, meg is különböztetjük egymástól, hisz meg is kell, mert vannak olyan élethelyzetek, amikor szükséges a zavarás, amikor szükségszerűvé válik az, hogy valakit megzavarnak az ő életvitelében. Hogy ezt példával illusztráljam, amikor ezt mérlegeli a bíróság, hogy egy adott magatartás az a szükségszerű zavarásnak minősül-e vagy sem, azért nagyon sok szempontot vesz figyelembe. Az egyik ilyen szempont, és mindig ebből induljunk ki, hogy hol valósul meg az életvitel. Faluban élünk, városban élünk, ipartelepen élünk. Tehát egy faluban nyilvánvalóan az állattartás az olyan körülménynek fog minősülni, amely egy szükségszerű tényező, hisz a falun érő emberek állatokat tartanak. Ugyanígy, ha üzemanyagtöltő állomás létesítése az ugyancsak egy olyan szükségszerű indok és közérdek, amely nyilvánvalóan olyan körülményeket produkálhat, ami persze zavaró lehet, hisz sokáig van nyitva, de ezt az adott töltőállomás szomszédságában lévő ingatlan tulajdonosnak el kell, hogy viselje, hisz ez egyfajta szükségszerű zavarás. Gondolom, hogy ha valaki beköltözik valahova egy új ingatlanba, akkor tisztában kell lennie azzal, hogy mik a helyi szabályok, illetve előírások. Igen, a helyi szabályok és a helyi előírások között ugye az önkormányzatok rendeleti szinten szabályozhatják az együttélésnek a formai tartalmi követelményeit. Az együttélésnek a legszabályozottabb módja ugye az a társasházaknál valósul meg, amikor házi rendben fektetik le, hogy mit és hogyan lehet csinálni. Hogyha maradunk egy kertvárosias település részben, vagy egy faluban, akkor nyilvánvalóan itt van egy olyan elfogadott szokásrend, ami kialakította az együttélésnek a normáit. És ugye azzal nagyon sok műsoron át a korábbiakban a családjogi viszonyokkal foglalkoztunk, de azt gondolom, hogy a szomszédság is egyfajta nagy család. Tehát mindig visszakanyarodunk arra az alapvető követelményre, hogyha az emberek között működik egy egészséges és megfelelő kommunikáció, akkor nincs az a családjogi vita, és nincs az a szomszédjogi vita, amit ne lehetne megoldani. Itt el is elkezdtünk egy olyan problémához, vagy egy olyan gondolathoz, ami az együttélésnek a legtöbb konfliktus forrása. Például az áthajló ágak, az átnyúló gyökerek, a mezgye határon lévő fák vagy egyéb építmények szoktak a leginkább konfliktus forrásai lenni. Ezekről hogyan érdemes gondolkozni, illetve mik az ezekre vonatkozó szabályok? Tehát amikor egy adott kertbe áthullik a szomszéd telekről a mogyoró, a dió vagy az alma, akkor nem az az elsődleges szempont, hogy vehemensen neki támadjunk a szomszédnak, hanem mint ahogy a családjogi vitákban is, meg kell próbálni azt a zavaró tényezőt józanész mentén, a józanész határai mentén megbeszélni és kiiktatni ezt a zavaró tényezőt, mert ha ez nem történik meg és nem tudnak a szomszédok egymással kommunikálni, akkor nem csak mi beszélgetünk itt a bíróságon, hanem akkor a szomszédok is a bíróságon fognak egymással beszélgetni, de egymással szemben úgy, mint felperes és alperes. Ezek hosszasak, ezek a perek, költségesek, és nem hiányzik senkinek. De hogy válaszoljon meg akkor a kérdés, mi történik akkor, hogyha átesik az alma? Hogyha maga az alma esik át, akkor
az átesett almát felszedheti a szomszéd. Tehát ha az én kertembe átesik egy alma, akkor én azt felszedhetem, hogyha a szomszédom azt nem veszi fel. Ugyanakkor, hogyha az ág hajlik át az almafának az ága, vagy adott esetben a gyökere is kezd átbújni a kerítés alatt, vagy a támfal alatt, akkor ennek az eltávolítására csak akkor vagyok jogosult, hogyha én előtte erre felszólítottam a szomszédomat, felhívtam arra, hogy nézd, van egy probléma, áthajlik az ágat, csináljál valamit, és nyilvánvalóan ez az áthajlás, vagy a gyökérnek az átbújása mindenképpen akadályozza az én földemnek a használatát. Azért azt szeretném kiemelni, hogy a fa kivágása az a legvégső szempont, amikor birtokperekben a bíróságaként rendelkezik, hogy a szomszédot arra kötelezi, hogy vágja ki azt a fát. Említette, hogy a szomszéd az én kertembe áthullott gyümölcsét, tehát az ő fájáról áthullott gyümölcsét felszedheti. Ez azt feltételezi, hogy akkor használhatja is a kertemet. Mik ennek az esetei, amikor ő átjöhet az én kertembe, és ő ott tartózkodhat, hogy bármilyen munkát végezhet? Igen, ugye ez már a szükséges zavarás. Tehát ahhoz, hogy én fel tudjam szedni az én gyümölcsömet, tehát ha én most szerkesztő úr a szomszédságban laknék, és az én almafámról az alma áthullana szerkesztő úrnak a földjére, akkor én átmehetnék oda, ezt felvetném, nyilvánvalóan előtte közölnöm kell, hogy át fogok menni, fel fogom szedni az almát, de ugyanígy, ha például a házamnak a falát vakolni szükséges, és pont ez az a fal rész, amely ugye a mesdje határon helyezkedik el, és ugye az állványokat muszáj oda tenni, akkor ez is egy szükséges zavarás, amit meg kell, hogy engedjen szerkesztő úr nekem, ha most így már felvizionáljuk ezt a képletes szomszédságot, de nyilvánvalóan ezt mind úgy kell tennem, hogy a legkevesebb kárt okozzam, és ha valamilyen kárt okozok, azt viszont akkor meg kell térítenem. Tehát nem automatikus az, hogy én jöhetek, mehetek a szomszédomnak a földjén, előtte erről tájékoztatnom kell, és ami a legfontosabb, ha kárt okozok, akkor ezt meg kell, hogy térítsem. Hát egyszerű egy kommunikációs problémát megoldani otthon, esetleg a szomszédokkal normális körülmények között. Azt hiszem, hogy innen fogjuk folytatni a következő műsorszámunkban a szükségtelen zavarással és azzal, hogy hová lehet fordulni abban az esetben, hogyha ilyet tapasztalunk, illetve ennek vagyunk kitéve.